Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Hallottátok, hogy a régieknek ez mondatot, szemet szemért, fogad fogért. Én pedig azt mondom nektek, ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye ruhádat, annak add oda köntösedet is. S ha valaki egy mérföldnyire kényszerít, menj vele két annyira. Adj annak, aki kér, s aki kölcsönt akar, ne fordulj el tőle. Hallottátok, hogy ezt mondták, szeresd fel a barátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok mindazokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek. Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei atyátok. Ezek az evangéliumjéi. Krisztusban testvéreim, a most hallott evangéliumi szakaszba elértünk Szent Máté evangéliumának csúcspontjához, hogy miben áll az új törvény. A múlt vasárnap már arról elmékedtünk, hogy Isten, amikor kinyilatkoztatja önmagát, mindig két oldala van ennek a kinyilatkoztatásnak. Az emberről mond egyre többet, és önmagából ad egyre többet. Amíg az Ószövetség csak úgy tudta, hogy Isten egyetlen személy, aki teremt, és valaki távoli, aki megbünteti a gonoszokat, és megjutalmazza itt a földön már a jókat, akkor Isten csak a 10 parancsolatot hirdette ki. És ahogy tudjátok, tartsátok be. És akkor az üdvösség útján jártok. Amikor azonban elérkezett az idők teljessége, akkor Isten elküldte az egyszülött fiát, tehát a Szent Háromság föltárja magát. Majd a Szentlélek is eljön, és a mi lelkünk lesz. És ekkor egy új törvény van. A 10 parancsolat össze lesz foglalva egybe. Szeress. De ne úgy, ahogy a világba látod, hanem szeressetek, ahogy én szeretlek titeket, mondja Krisztus. Őt pedig az Atya szereti. Hogyan? A Szent Lelket adva. Testvérek, Máté evangéliumában, amit itt leír, hogy akkor lesztek mennyei atyátoknak gyermekei, hogyha még az ellenséget is szeretitek, ugyanez az összekapcsolás van Szent Pálnál. Tehát az egy tragikus dolog, ha valaki azt gondolja, hogy a katolikusoknál, reformátusoknál olyan törvények vannak, hogy azt be nem lehet tartani. Rettenetes, nehéz, és mindig a törvény, a 10 parancsolat, vagy hát a szeretetbe összefoglaló 10 parancsolat, nem. Közben megkaptuk az új természetet. Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok? Hogy Isten az ő természetéből adott nekünk? És egy új természetnek új törvényei vannak. Még bennünk van az adamita, ősi természet. Az, hogy visszaütök annak, aki üt, de már az új természet nem ilyen. Ez a kettő, hogy Istennek a gyermeke vagyunk, és nem hasonlatként, testvérek. Amikor ezt valaki közületek elgondolja ma délután, és dönt mellette, akkor lesz keresztény. Nem hasonlat, hogy Isten gyermeke vagyunk, hanem az isteni természet részesévé tett minket, halála feltámadása és a lélek kiárasztása által. Ezért mondja Szent Máténál az Úr,
hogy amikor úgy szerettek, amikor az Atya Isten, akkor vagytok fiai. Vagy Szent Pál, amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte fiát, ki asszonytól született. És a törvény alatt valója lett, hogy kiszabadítsa a törvény alárendelteket. Figyeltek? A 10 parancsolat igája alól ki akar szabadítani. Tehát nem az a kereszténység, hogy ne ölj, ne paráználkodj, stb. Az a zsidóság. És hogy szabadít ki? Elküldte fiának lelkét a szívünkbe, aki azt kiáltja, Abba, Atya. Tehát nem rabszolga többi, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor Isten által örökös is. Ez a keresztény életszint. Ide el kell jutni. Miért kell? Mert el is jutottál. Ez a keresztség. A 10 parancsolat érvényben van akkor, ha megkísértetünk. Ha megint elénk áll, hogy most visszaüssek-e neki, vagy nem, akkor megmondja a törvény tisztán, hogy szeress fele barátodat. De ha arra a belső törvényre hallgatok, amit Krisztus hozott, akkor megszűnik a 10 parancsolat. Fölötte vagyok. Isten életét birtokoljuk. Szent János azt írja első levelében, a szeretet Istentől való. Ez jelenti fölülmúlni az írástudók és farizeusok igazvoltát, vagyis szentségét. Testvérek, mi sokszor prédikálunk a szeretetről, de nem mindig jól, és mégsem eleget. Amikor egy avilai Szent Teréz átéli azt, hogy Jézus kicseréli a szívét az ő szívével, akkor ez nem csak hasonlat. Persze itt nem biológiáról van szó. Mint ahogy valaki egy új szervet kapott, akkor azt az ő természete befogadja, az ő szíve lesz. Nem. Azt mondja Jeremiás, elveszem a kőszíveteket, amely úgy működik, mint a kövek. A világ, hogy hatás és ellehatás. Ütött, visszaütök. Rágalmazott, megrágalmazom. Lopott, visszalopom tőle. Ez a kő. Ez ebből a világból való. Hús szívet adok nektek. Egy új életet. De hát az Úr Jézus szent szíve szerint dobog már a kereszténynek a szíve. Testvérek, és hát most meg kell állni ott, ahol nem szoktunk megállni, ha ugyanis azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi lesz a jutalmatok? Nagyon fontos azért megértenünk, hogy pünkösd után ez egy kicsit más jelent, mint pünkösd előtt. Ha ezt nem nézzük meg lényegébe, akkor egy kicsikét a kölcsönös szeretet be lesz feketítve. Tehát, hogy minthogyha férfeleségnek, szülőnek, gyermeknek kölcsönös a szeretete, hát ott semmi teendő, megkaptátok a jutalmatokat. Mert ahogy te szereted őt, ő is visszaszeret. Itt nem erről van szó. Pünkösd után ez többet jelent, mint itt, amikor még az Úr Jézus elmondta. Csak pünkösd után derül ki, hogy a keresztények kölcsönös szeretete is egészen más mélységekben van, kell lennie, mint a Krisztusban nem hívők kölcsönös szeretete. Igen. Nagyon fontos. Mert hallottam olyan aszketikus hangokat, hogy tulajdonképpen azzal nem is törődik a kölcsönös szeretettel, mert ez valahogy a természet szerint működik. Egy fiú szerelmes a lányba, a lány szereti a fiút, és most kölcsönösen boldogok. Nem erről van szó. A szeretet Istentől van. A szerelmet, a barátságot, a rokoni szeretetet, hajlandók vagyunk valami csupán természetes szinten kezelni, amelynek nem is lesz lát majd odaát jutalma, hiszen ide át átvettük a jutalmat. Testvérek, ugyanakkor Szent Pál nem győzi hangsúlyozni, hogy a férj úgy szeresse a feleségét, hogy Krisztus az egyházat, meghalt érte. Nem győzi oktatni az, hogy testvérek, hordozzátok egymás terhét, így teljesítitek Krisztus törvényét. Az az igazi
kölcsönös szeretet, ahol megjelenik az Isten országa. Ha lenézzük ezt a kölcsönös szeretetet, és azt mondjuk, hogy ez olyan természetes. Nem. Ez is föl van emelve. Itt is feladatok várnak ránk. Hát éppen ezt vette észre a pogány római világ, amikor azt mondta, hogy nézzétek, hogy hogy szeretik egymást. A családban. A rokonságban. De észrevették, hogy nem csak a természet működik ott. A keresztény kölcsönös szeretetnek isteni eredete van. Ezért a jutalom nem az, hogy a másik szeret, hanem a jutalom az, hogy már jelen van az Isten országa. Ezért például hívő keresztény szerelmeseknek, férnek, feleségnek, testvéreknek, barátoknak van ám egy nagy feladata. Vizsgálni azt, hogy mi ez közöttünk. Honnét van ez? A szeretet Istentől van. Persze, mi emberek vagyunk. Testünk van, pszichénk van. Más az a szeretet, hogy férfi a nőt szereti. Más a barátok szeretete. Más a testvérek szeretete. De, ha valaki meg van keresztelve, és Krisztusban él, akkor mindegyik örök, fölbonthatatlan. Nem az állatvilágból van a szeretet lényege. Miért? Mert a szeretetben szabadság van. Nem gépek találkoznak ott. Nem két fogaskerék kapcsolódik egymásba. A házasságba sem. Nem csak ösztönök vannak, amelynek mennének a maguk útján, nem igaz. Föl van emelve egy új világba az ember. A szabadság pedig nem ebből a világból való. Mert ebben a világban semmi sem szabad. Benned semmi sem szabad. Az atomok milliárdjaiból állsz. Sejtekből nem szabadok. Te vagy szabad. Tulajdonképpen a leglényegesebb, legkeresztényibb helyzet a szerelem, a barátság és a szeretet. És nem használjuk ki. Úgy élünk, mint a pogányok. Beindul egy pszichológiai kényszer, aztán bekerülnek az ágyba, vagy mit tudom én, olyan haverok lesznek. Nem! Krisztus ezt visszakötötte az Istenre, visszavezette a forráshoz. És persze itt is mindig van feladat. Ez sem álló víz. Ezért, amikor én esketek nagy ritkán, de boldog vagyok, hogy nem vagyok plébános, hogy nem kell félhitetleneknek áldást adnom a házasságukra. Nem értik. Akkor én azt mondom, hogy legyetek boldogok, de nagyon sokszor boldogtalanok is. Az egyik jobban szereti néha a másikat, mint a másik az egyiket. Itt a fejlődés. Itt van a haladás. Ez Isten országa, amelyhez fel kell nőni. Hogy egy alapvető kölcsönösségben is ott vannak a szerelemnek, a szeretetnek a sivatagjai. Amikor ingyen kell elfogadni a másikat. Ez a keresztény szint. És akkor már megkaptátok a jutalmatokat. Nem földi jutalom, hanem Isten országa bennetek van. Isten országa köztetek van. Egy örökre fölvállalt emberi kapcsolat, amely kölcsönös. A Krisztusban fölvállalt. Az már rá van kötve az Isten országára. Az nem az a jutalom, amit a pogányok egymásnak adnak. Az már az eljövendő világnak a hírnöke. Sose felejtem el, míg Franciaországban éveket töltöttem, azért néha nagyon magányosnak éreztem magamat, tehát nem hallottam magyar szót, stb. Állok egy busz megállóba, és ott van egy fiatal ember, és megkérdezte, hogy ment előbb itt busz. Mondom, nem, már régen vagyok itt. Hát ő bemutatkozott, ja, és hát én most észrevette az akcentusomon, hogy melyik területéről vagyok Franciaországnak. Mondom, Magyarországról vagyok. Jaj, de boldog, ő még magyar embert nem látott. És hát Kodály és Bartók, hát azt mondja, éppen a
szerelmemre várok, én most őt várom, de hát akkor is megmondtam, hogy én pap vagyok. Hát én meg katolikus vagyok, ferenceseknél vagyok, oda szoktunk misére járni néha. Tessék akkor, hogyha velünk jönni. Tehát egy szerelmes nincs csak elkáprázva a másiktól, hanem befogad egy idegent. És felmentem hozzájuk, hozta elő a Bartók Kodály lemezeket. Még ma is levelezünk. Sorba születtek a gyerekek. Egyiket a nevemről neveztek el. És öreg, az a szeretet, amely nem nyílik ki, önző, ott nagy baj van. A szeretet Istentől van. Igen. Ezután most arról is beszélhetünk, hogy szeresd ellenségedet. Mit jelent ez? Ez olyan helyzet, amikor nem kapok vissza szeretetet. Sőt, a jóért rosszat kapok. Akkor a Krisztusban hívő azzal veszi át a vezetést ebben a helyzetben, hogy Jézus Krisztus kegyelmében, a benne élő Jézusba bízva, kinyitja ezt a bezárt kapcsolatot. Mert nagyon rosszakat tudnak emberek egymásnak tenni. Engem én milyen, ilyen nem értek. Nem bocsos ellenségem. Igazából nem tapasztaltam valami nagyon rosszat. De hát sok ember életét ismerem. Iszonyat, amit az egyik ember a másiknak tud tenni. Iszonyat. És akkor most ő bosszút áll. Ő is ezt teszi vele. Kész. Bebetonozták egymást. Visszahullottak az állatok világába. Porba. Nincs jövő. A jövő nem gazdaság és politika, hanem ez a robbantás. Hogy én imádkozom érted. Ha tudok, jót teszek. És ezzel kinyitom ezt a kapcsolatot. Őt is megmentem. És mivel te tudod, hogy mit tett neked, te tudod, hogy milyen nagy bajban van ő, nem te, hogy elkárhozik, ha meg nem mented. Testvérek, ez. És ne nevessük ki Jézust. Izrael bölcse is, nem csak Isten fia. És ahogy a mondatot a régieknek szemet szemért fogad fogért, testvérek, azért a tudományos szentírás kutatás nagyon kellene néha mindenkinek. Ez nem azt jelenti, hogy az ószövetségi törvény, ez nem igaz. Hanem az ókori jogásznak, ügyvédnek nem volt egy könyvtára. Tehát ősi bölcsesség alapján betanítottak neki ilyen szabályt. Szemet, szemért, fogad, fogért, az nem azt jelenti, hogy kiütötte a szemedet, te is kiütheted. Soha. Hanem azt jelentette, mert nagyon éles fogalmazás, hogy amivel megkárosított. Nem tudom én, ellopta tőled a szamaradat, vagy mit, akkor annyit kell visszaadni, nem többet. Ezek elvek. Nem is az Ószövetségben, vagy még a pogánságból is. Az ősi ügyvédnek a kis könyvtára. Most az Úr Jézus ugyanilyeneket mond. Ha megütik a jobb arcodat, tartod a balt is. Ez nem azt jelenti, hogy ezt csináld, hanem ennek a magatartása. Értjük? Természetesen a történelem előfordult, hogy oda tartotta a szent. Jézus nem. Mikor a poroszló, az a szolga lelkű szolga, arcul üti, hogy így beszélsz te a fő pappal? Ha rosszul szólottam, bizonyíts be. Ha nem, miért ütsz engem? Miért? Gondolkodj el, veled van baj. Őt akarja megmenteni. Testvérek, ezek az ősi szabályok, amit örökre megjegyzünk, hogy tartsd oda a jobb oldalt. Ez azt jelenti, hogy tökéletes más irányt vegyél. Mert Isten is ilyen. Akárhogy káromkodnak az emberek, akármit csinálnak, fölkelti napját, esőt ad. Az embereket szereti. Isten nem tud más tenni. Ez az Isten országa. És testvérek, ez a legnagyobb jele az Isten országának, amikor nem csak szavakkal hirdetjük, hanem nem engedjük ezt a bebetonozást a társadalomba se.
Én nyugodtan vallhatok egy bizonyos pártnak egy elképzelését, mert jónak tartom mondjuk. A hívek be is léphetnek a pártba, a pap az nem. Fölötte van. Híveknek részt kell venni a politikába is. És az ellenfelet ne tartsd ellenségnek. Érvelj. Védd azt, ami igaznak tudsz. De nem üthetsz vissza. Ez még csak azt sem jelenti, hogy ne kérjük számon a lopásokat, a gyilkosságokat, stb. De ne betonozzuk be Magyarországot. A várost. Ezért vagyunk itt. Ezért állunk a Golgotán most, és Krisztus keresztjére nézünk. Köszönnöd kell annak a mise után, akit eddig elkerültél, vagy többet ne gyere ide. Nem szép szavak a predikáció, hanem egy megszenvedett élet, és egy gyönyörűség. Amikor felrobbantjuk ezeket a bebetonozásokat, lehet más a felfogásod. Csinálhattál akármit. Esetleg megmondom a szemedbe, de nem betonozzuk be kapcsolatunkat. Te is ember vagy én is. És imádkozom érted. A kölcsönös szeretetet Isten teremtette. Azt a szeretetet, mely nem kölcsönös, azt az ember hozta létre, amikor elszakadt Istentől. És Isten maga is belelépett abba a szeretetbe, amely nem kölcsönös. Mert a keresztfám és a keresztig leköpdösték, tövissel koronázták, megostorozták. De ő nem köpött vissza, nem ostorozott vissza, nem tett tövis koronát a fejünkre, hanem azt mondta, atyám, bocsáss meg nekik. És ez minden vallással szembe az emberiség egyetlen jövője. Amen.